Tisztelt soproni polgárok! Elmúlt 2020, és a mögöttünk hagyott esztendő, úgy hiszem, soha nem látott nehézségek és leküzdendő akadályok elé állította az egész világot, köztük Magyarországot, és így bennünk soproniakat is. A koronavírus jelentette veszélyhelyzetben eddig nem tapasztalt módon értékelődött fel az egészség, az összefogás, valamint az egyéni és közösségi felelősségvállalás iránti igény. Én köszönettel tartozom minden soproni polgárnak, hogy az elmúlt időszakban, a legnehezebb időszakokban is fegyelmezett és jogkövető magatartást folytatott, és tanúbizonyságot tett és tesz a mai napon is emberségből. Úgy hiszem, a nehezén már túl vagyunk, és minden okunk megvan arra, hogy kellő derűvel és optimizmussal tervezgessük az előttünk álló időszakot. Erre jó alapot ad számunkra a 2020-as esztendő, amikor is együtt a soproniakkal nagyon szép sikereket értünk el. Emlékezzünk csak, felszenteltük a város védangyaláról elnevezett Szent Mihály templomot, és ha egy város, egy közösség templomot épít vagy újít fel, az azt jelenti, hogy bízik a jövőjében, és mi bízunk a jövőnkben Sopronban. Felújítottuk a Modern Városok program keretében a Lenk villát, amely a régi Sopron pompájából hoz vissza nekünk valamit a Deák tér sarkára, és őszintén hiszem, hogy csodálattal tölt el mindannyiunkat. Jelenleg is zajlik a fedett uszoda kivitelezése, a belvárosi múzeum negyed építése, valamint az Árpád utcai parkolóháznak is az építkezése. A soproniak sok évtizedes vágya vált valóra azáltal, hogy a város becsatlakozott a hazai gyorsforgalmi úthálózatba. Ezzel is könnyebben elérhetővé téve a várost és fokozva annak közlekedés biztonságát, de fokozva a turizmus és a gazdaság fejlesztési lehetőségeinket is. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy ez az út nem csupán egy aszfaltcsíka számunkra, hanem a fejlődésünk útja, amely végig kell mennünk. A jövőnkbe vezet. Thank you.
Thank you.
A soproni polgárok szorgalmának és a magyar kormány hathatós támogatásának köszönhetően Sopron olyan fejlődési pályára állt az elmúlt években, amelyre a mi életünkben még nem volt példa. Ez a munka 2021-ben is folytatódni fog. Gondoljunk csak a hamarosan kezdődő fertőparti beruházásra. Együtt sikerülni fog, együtt minden nehézségen túl leszünk. Én ezekkel a gondolatokkal kívánok minden soproni polgárnak egészségben és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt.